A tavalyi évben még egy online rendszeren keresztül vásárolhattak jegyet a horgászok, idéntől viszont a teljes jegymennyiség a Tolna megyei horgászegyesületek szövetségének rendelkezésére áll. Ennek is köszönhető, hogy jó idő esetén megugrik a területi engedélyek száma. Szakács Szabolcs, a Tolna megyei horgászegyesületek szövetségének elnöke elmondta, júliusra tudnak akkor a halmennyiséget telepíteni a vízterületekre, amennyit szeretnének. A jegyek és a halak kilósára is emelkedett az elmúlt időszakban, de ettől függetlenül egyre nagyobb népszerűségnek örvend a sportág. Az idejében egy nagy haláremelkedés történt, ugye a tavaly őszi 850 forint plusz áfás piaci pontjár, az idei tavaszra 1001, majd a mai napra 1200 forint plusz áfa összegbe kerül. Emellett az áremelkedés mellett még az is problémát okoz, hogy a tavalyi évnek az időjárási viszontagságai Miatt nem, nem sikerült haltermelőnek akkora mennyiséget megtermelniük, mint amit a piac elbírna, vagy amit igényelne. Hozzátette, a hatósággal együttműködve a halőrzés terén látható eredményeket értek el, melyhez még a hínártalanítás és békalencsele halászása párosult. Ezeknek köszönhetően a kevésbé kedvelt horgászhelyekre is váltanak ki egyre többen területi jegyet. Talán olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy inkább azt mondom, hogy jó gondolat volt az elődök részéről ez a fél éves típusnak a kialakítása, ugye, amit a Horinfo rendszer most lehetőségként ad is, hogy az online rendszerben megvásárolhat, ugyanis a horgászok nagy részén azt veszük észre, hogy megveszi az első fél éves jegyet, majd pedig, hogyha úgy alakul az időjárás, esetleg almennyiség az ideje, akkor megvásárolja a második fél évest. A folyamatos haltelepítéseknek telepítéseknek és a víztükröket érintő karbantartásoknak köszönhetően Tolna megye horgász területei egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek.